Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nagyon örülök, hogy megbíznak bennem és alkalmaznak. Hát nagyon ezt még nem köszönöm. Szakmai kérdezettség megvan? Megvan, igen, igen. Minden papíron megvan. Látod nem őket? Kihagytam a kocsiba, és most... Hagyja inkább. Elvitték a kocsiba. Látom. Nem, hagyja. Visszaszerzem. És mióta csinálja? Hát, körülbelül 14 éve. 14 éve. Milyen gyakran szokott dolgozni, mert ez nem egy. Hát itt is, ott is, mindenhol. Mindenhol. Legutóbbi a gyárban dolgoztam. Gyárban? Igen. És ott ki használta a szakát? Sokan használtak. Én is... Hány darab volt? Sok. Sok? Milyen gyár? Hát jártottak ilyet is, olyat is, mert mindenféle ilyen dolgokat. A munkások használták, vagy a főnök? A főnökök. Csak a főnökök, hát munkások nem adnak kezébe ilyen. Hát egyébként miért is adnának rá? Értem. Meg hát egyszerűen értenek hozzá. Mikor kell beírnak? Hát tulajdonképpen azonnal kéne kezdeni, jó, és el kéne menni, azt hiszem az operában lenne kettő. Értem. Meg szerintem két iskolát is meg kéne látogatni. Jó. Tudom, csak elvitték a kocsimat. Szolgálati kocsit maga? Hát, hogyha nem így jó lesz, akkor természetesen lehet szolgálni a kocsiról, hogy szó. Aha, értem. De tőle nagyon egy áhangot? Nincs nálam. Nincs abszolút hallása? Nincs abszolút hallása? Hogy ne lenne, ha perc van. Tessék, mit? Rendben fájt egy kicsit. Milyen hang volt ez? Az? Kellemes tel van. Szimpatikus, már tetszőleg. Zenefüleimnek kérem. Mindenki így van ezzel, de igen. Ha válaszolna, akkor hogy... azt szerint nagyobb a gond, mint gondoltam. Csinált már ezt egyáltalán? Minden nap ezt csinálom. Ezzel foglalom, ez a szakma. Van otthon? Ez a szakma. Igen. Gyűjtöm. A munkám a hobbim is. De ez nagyszerű, ez támogatandó, és hány alakban? Hát... van egy 4-5 darab, a kocsiban van kettő. Kicsi a nálam is volt, de... Az ilyen csak ilyen kicsi. Hát igen, a zseb. Értem. Bárhol tudok vele dolgozni. Kávézóba, utcán, bárhol mobilis vagyok. És tehát ez egy ilyen japán. Mennyire lenne a fizetés? Hát az attól függ, hogy naponta hányat csinálni? Bármennyi. Ezért bármennyi, nem lehet egy nap alatt. Nem, én sztaharumista vagyok. Rengeteget tudok megcsinálni. Na de mégis, hát szám, mondjon már egy számot. Tudom én. 8-at? Na, ezzel még bele is fér. De egyébként mekkora a lakásra, hogy elfér? Hát egy ilyen... 28 négyzetméter. Mondjuk egymás egyéni hátán vannak. Hát... Fölhalmozva. Igen. Galéria alatt, fölött. Ez akad még a galéria? Nem. Jó, akkor egy ilyen kisebb méretű. Hát igen, elektromos. Na, hát de azon mit kell csinálni? Az elektromos adat, de nem kell dolgozni. Hát attól függ, hogy hány hercre kell hangolni. Köszönöm!